A gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítése szerint a családok és a vállalkozások hitel visszafizetési moratóriumát változatlan formában fél évvel, július 1-jéig meghosszabbítják. A moratórium automatikusan hosszabbodik meg, csak annak kell felkeresni a bankját, aki a moratórium ellenére is törleszteni akarja hitelét, mondta a miniszterelnök Orbán Viktor a Facebook oldalon közzétett videóban. A járványügyi intézkedések miatt ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat a kormány decemberben és januárban is a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A járulékfizetés elengedését és a bértámogatást a vendéglátóhelyek, a szállodák és az idegenforgalom mellett kiterjesztjük a szünetelni kényszerülő magántulajdonú buszos vállalkozásokra is. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentik. Ezek a vállalkozások adják a legtöbb munkahelyet, és ők a legsérülékenyebbek a járvány idején, hangsúlyozta. A 25 ezer lakosnál kisebb települések a kormánytól támogatást kapnak. A nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintik át. A gyereket nevelő és gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3%-os kamatozású lakásfelújítási hitellel segítjük. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, ami a felújítás végével vehető igénybe, és automatikusan csökkenti a hitel összegét. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a koronavírus járvány második hulláma egész Európában újabb csúcsokat ostromol. A vírus támadásával szemben orvosaink, ápolóink és a kórházaink jól állják a sarat. A kormány a védekezéshez szükséges minden eszközt biztosít a számukra, mondta a miniszterelnök.